vezetőedzőtökkel és Csonglai Áronnal is megállapítottak, hogy talán ez volt a legjobb meccsetek az őszi szezonban. Te is így látod, vagy egy másikat mondanál? Úgy gondolom, hogy én is ezt mondanám. Őszinte vagyok, hogy szerintem ez a DVTK elleni itthoni meccs is szerintem jó volt, de én is amúgy azt mondanám, hogy inkább szerintem ez a mérkőzés volt. Ugye a Paks lett az őszi bajnok, és hát nyilván nehéz mérkőzésre számítottatok, az is volt. Viszont nagyon fontos volt, úgy gondolom, hogy az elején mindjárt be tudtatok találni. Ez volt az egyik kulcs pillanat, hogy le tudtátok győzni a Paksot? Először is gratulálni szeretnék nekik az őszi bajnoki címhez, nem bajnoki címhez, hogy igazából hogy elsőként fordultak. Szerintem ez volt a vízválasztó, hogy nagyon hamar meg tudtuk szerezni a vezetést már az első percben, magasan le tudtuk őket támadni, szerintem ezzel nem tudtak mit kezdeni, és így igazából hosszú labdákkal szerettek volna mögénk bekerülni, de azt is szerintem jól olvastuk elől is, meg hátul is. Ugye a másik fél időben mindent bevetettek, bejött Szappanos Péter, Böde Dániel, nem volt azért Spandler Csabának, illetve a védelemnek ott könnyű dolga hátul a két nehéz súlyú játékossal. Ti a védelemben hogy éltétek meg ezt a másik fél időt? Ott azért voltak forró pillanatok az elején. Igen, azért voltak meleg pillanatok ott hátul, főleg a Böde Dani becserélése után. Tudtuk igazából, hogy nagyon erős, és igazából gyors is. Tényleg én nagyon gyors tényleg, szóval azt láttam. De szerintem úgy nagyjából szerintem helyek közel jól tudtuk őt fogni. Egyszer-kétszer volt, amikor le tudott fordulni, meg tudta csúsztatni, de szerintem benne van. Szóval szerintem nagyon jó munkát végzett szerintem a hátsó ötös. Nagyon jól védekezel, ezt meg kell jegyezni. Talán korábban kicsit ilyen előrevontabb szerepkörben játszottál, de Bártos Zselán kitalálta neked ezt, és nagyon jól áll, meg nagyon jól játszol előre is. Mennyire érzed ezt, hogy neked ez a szerepkör való? Hát nagyon szépen köszönöm, jól esik. De igen, szerintem nagyon sokat tudtam fejlődni, főleg a védekezésben, mert a támadás része az szerintem megvolt nagyjából, de az elmúlt szerintem két hónapban tényleg ez a egy-az-egyes védekezésben nagyon sokat tudtam fejlődni, aminek nagyon örülök, és remélem, hogy tudok még fejlődni, mert szerintem még van hova, előre is, meg a védekezésben is. Megvan az a pillanat, hogy nagyjából 86. perc környéken, amikor csinálta egy ilyen cselt a labdával, és hát szerintem felállt a stadion, és állva tapsolt neked. Igen, megvan. Hát úgy láttam, hogy abban a szituációban vagy az a legjobb, hogy berúgok egyet a labdába, de azt szerintem nem lett volna túl szép. Szóval megpróbáltam egy ilyen finom cselt csinálni, összejött. Szóval nagyon örülök neki, és tényleg a szurkolóknak is, hogy így biztatják az egész csapatot. Így van, nem csak neked szólt ez a taps, hanem konkrétan a végén tényleg ilyen vastaps közepette játszottatok, és jól nézni, ahogy játszottok. Mi volt a fordulópont? Azt mondta Csongvai Áron, volt egy fordulópont, amikor átfordult minden, és jött ez a 7 meccs óta tartó veretlenségi széria. Én úgy gondolom, hogy a fordulópont az a formációváltás volt, szóval négy védőre átálltunk az öt védőre. Szerintem ez a csapatnak jobban is fekszik, szerintem komfortosabban érzem át így az öt védő, mert tudjuk, hogyha valakit esetleg levesznek át, úgy csel, akkor van mögött esetleg valaki. Szóval előrefelé meg szerintem minden tényleg adott, hogy két csatár, az egyik indul, a másik megtartja a labdákat, és a két szélső mindenkünk is szerintem tud előrefelé játszani. Szóval szerintem ez volt a vízválasztó. Meg még valakit emeljünk ki, Tóth Balázs ma is nagyon-nagyon jól védett, elképesztő bravúrjai voltak. Igen, hát a Bazsi az nagyon tényleg nagyon kellett nekünk, szóval borzasztó jó kapus, borzasztó jó ember, szóval nagyon örülünk, hogy itt van köztünk. Milyen lesz itt karácsonyozni? Biztosan ott vagytok a dobogon a téli szünet előtt? Hát igen, ez egy nagyon szép karácsony lesz, szóval kievezzük a szünetet, mindenki hazamegy, családodik egyet, és januárban folytatódik a munka megint.